A Queen együttes legendás slágerét, a Show Must Go On-t adták elő. A produkciót a két éve indult City Rocks Rock zenei flashmob közössége hozta létre. A videóval azok előtt tisztelegnek, akik a frontvonalban vannak nap mint nap a koronavírus járvány idején is. A célkitűzése a mi produkciónak, a City Rocks produkciónak az volt, hogy nyilván ez alapján az olasz minta alapján elindulva, a magyar zenét is népszerűsítve, olyan zenei, közösségi eseményeket hozzunk tető alá, ami például Szegeden történt két éve, ez pont tegnap volt, két éves, tegnap ünnepeltük, tavaly pedig Kecskeméten bonyolítottunk le egy hasonló típusú rendezvényt, ott már 500-an voltak zenészeink. Hát ugye borzasztó büszkék vagyunk arra, hogy egyrészt amellett, hogy külföldi slágereket is játszunk nyilvánvalóan, mi felvállaltuk azt, hogy magyar zenét is mindenképpen fogunk, és ezek után is fogunk játszani, tehát a műsornak a fele az mindig magyar szerzemény, és hát az az igazság, hogy kialakult egy olyan közösség, egy olyan piszok jól összetartó csapat, hogy tehát amit most elkészítettünk, és amiről most Isten igazából beszélni fogunk, ez a karantén videó, ez az egyik legékesebb bizonyítéka annak, hogy ez a dolog mennyire jól tud működni. Minket is beszorított a négy fal közé a jelenlegi helyzet, úgyhogy kerestük a megoldásokat, a kollégáim ötlete alapján ugye elindult ez a karantén dolog, ez a videózás, közel 1400-1500 zenésszel tartjuk a kapcsolatot, tehát nyilván online felületeken, így ment nekik egy hírlevél, hogy van egy ilyen tervünk, ez és ez a feladat, le volt írva a levélben, hogy mi a teendőjük, mindenki otthon elkészítette a négy fal között a kis telefonjával, vagy a saját technikájával a fölvételt, azt elküldte, és hát ugye a kollégáim, akik ugye profi tévések, ugye ezt tető alá hozták, és remek lett a végtermék, úgy gondolja mindenki. Volt egy úgynevezett backing track, amit ugye elkészítettünk előre, ami alapján ugye egy mankóként a fülébe vagy halkan a háttérbe szóljon, hogy tudja, hogy hol jár a dal, és ugye arra muzsikált rá, vagy énekelt rá, vagy dobolt rá, és hát ugye ez volt az elkészítés módja, és tényleg a minden korosztályt megmozgatott, de hát ez tulajdonképpen a flashmob eseményeinktől számítva is így van, tehát ott is az 5 éves kisgyerektől a 70 éves nyugdíjas zenészekig mindenki ott van. Ez is egy borzasztó üzenet ennek az egésznek, hogy tehát ezzel mindenkit összefog, összetart, és tehát most mi úgy voltunk vele, ki, ha mi nem. Tehát nyilván, hogy ez volt a célja az egésznek, hogy összehozunk egy ilyen jó dolgot, és egyrészt ugye ennek az volt az első üzenete, hogy az olaszok, akik ugye ennek az úttörői voltak ennek a flashmob műfajnak, rockzenei műfajnak, ezeknek mi akartunk üzenni, mert nagyon-nagyon sajnáltuk őket, amikor Olaszországból ugye elkezdtek jönni, csöpögtek a hírek, nagyon sajnáltuk őket, ez volt az elsődleges primér. Meg hát ugye a másik az, hogy a csapatunkban dolgoznak orvosok, katasztrófavédelmisek, tehát akik tényleg a frontvonalon vannak most a vírus idején, és hát ugye nekik is, tehát valami kis erősítést, egy kis jó kedvet. Az már biztos, hogy amit bejelentettünk július 25-i Dunaújvárosi eseményt, az biztos, hogy csúszni fog, ez már látszik. Nem tudjuk még, hogy mi lesz, dolgozunk a folytatáson, rengeteg meglepetésünk lesz, tehát még akkor is, hogyha karanténban maradunk, akkor is lesznek még meglepetéseink, meg vannak előkészületben rengeteg ötletünk, tehát ezekből nem fogunk kifogyni.